Szevasz, hát örömmel szevasz, látom, szevasz. Hogy már itt vagy, és kész vagy a felvételre. Igen, igen, igen. Hát itt megláttam ezt a zongorát, itt bejöttem, és gondoltam, hogy mi más, mint Rachmaninov otthon. Jó, hát örülök, hogy itt vagy, és neki fogunk a felvételre. Fogjunk neki. Miszer hozott ide a játszótérről, tanár úr? Szeretném bebizonyítani, hogy a zongora és a libikóka egyáltalán nem áll olyan messze egymástól, ami a szerkezetet illeti. Tudnélik, itt is arról van szó, hogy egy lendülettel a húrhoz juttatjuk a kalapácsot egy emelő szerkezet segítségével. Tehát a szisztéma ugyanaz, csak egy kicsit bonyolultabb, mert nem egy-egy, az áttételek azok bonyolultabbak, úgy van kitalálva, hogy ez 50 grammal emelje meg a kalapácsot. Most erről szeretném az egész filmet, vagy szeretném az egész film, ez bizonyítaná, hogy milyen egyszerű tulajdonképpen maga a szerkezet. Ugyanakkor sokkal bonyolultabb, ezért nem libikókának hívják, hanem zongorának. Azt szeretném megnézni, hogy a holttárgy hogyan viselkedik a libikókán. Tudnélik, ugyanez fordul elő a zongorán. Amikor ellendítjük a billentyűt, akkor ellendítjük a holttárgyat, azaz a kalapácsot. Nézzük meg, hogyan viselkedik. Természetesen leugrik, és aztán ugye a zongorán fölugrik a fengere, hát itt leesik a földre. Most nézzük meg ugyanezt, hogyan viselkedik a libikóka, ha holttárgyat ejtünk rá. Na, még egyszer megpróbálom. Hát, kicsit közelebb. Hát, egy kicsit megmozdul, de alapvetően azt hiszem, hogy teljesen hatástalan, ami az erőt illeti. Most megpróbáljuk egyetlen ujjammal. Hát ennyit jelent az, hogy jókor, jó helyen nyomjuk le azt a bizonyos billentyűt, illetve azt a bizonyos libikókát. Nézzük meg azt is, hogy a testünk, illetve különböző alkatrészeink hogyan viselkednek libikókázás közben. Ugye elsősorban a kezünk, az ujjunk. Szemmel látható, hogy a menet, a libikóka menete folyamán állandóan formát, alakot változtat, nem csak az ujjunk, hanem a csuklónk, a könyökünk, a vállunk és az egész testünk. Ami annyit jelent, hogy nem szabad mereftesen, nem hogy nem szabad, nem is lehet. Azonnal látszik, hogy teljesen képtelenek vagyunk irányítani és együtt mozogni vele, mert tulajdonképpen ez a leglényegesebb, hogy együtt. Soha nem külön tőle, mindig együtt. Nézzük meg azt is, hogy odaverhetem-e az aljához a libikókát, illetve odaverhetem, de magam mehetek-e vele odáig? Mi történik? Abban a pillanatban megáll a libikóka, és én is egy hatalmas ütést kapok vissza. Tehát ez se járható út. Az utolsó pillanatban ott hagyjuk, engedjük szabadon visszapattani. És ez a zongorán nem csak azért történik, mert gumi van alatta, hanem azért is, mert a kalapács visszaesik, és le fogja nyomni. Tehát újra visszakerül ebbe az állásba a kalapács, a billentyű, illetve a libikóka. Akkor nézzük meg, hogy miben különbözünk mi az ütősöktől. Mert ugye az ütősöknél minden egyes ütés, tekintve, hogy a kezükben verő van, minden ütés egyenlő egy karmozdulattal. És ez lehet nagyon gyors, de sose fog vetélkedni azzal, amit mi tudunk, hogy egy karütésbe nagyon sok hangot bele tudunk illeszteni, és mivel két karunk van, ezért ez akár megszámálhatatlan hangmennyiséget jelent. Hát ennyivel jobb hatásfoka van
a zongorának az ütősökhöz képest. Most arról nem is beszélek, hogy egy hatalmas hangláda is segíti a hangzását, tehát szemben ugye egy xilofon nagyon rövid hangjával, a zongorának bizony hosszú hangja is lehet. Ha már zongora, akkor beszéljünk már egy pár szót róla, mondj már egy pár szót róla, hogy azok is megismerhessék, akik esetleg idáig még ilyen behatóan nem találkoztak vele. Hát én egy csodának tartom a zongorát, és azt hiszem ebben csatlakoznak hozzám olyan szerzők. Én is rögtön csatlakozom. Köszönöm, de nálunk fontosabb emberek is. Mondjuk Johann Sebastian Bach, vagy Beethoven, vagy Mozart, vagy akik csodálatos darabokat írtak zongorára. Hát lehet nem szeretni egy olyan hangszert, amiben pár hang alapján ilyen csoda szólal meg. Ez ugyan nem zongorára készült eredetileg, de nem hiszem, hogy van még egy hangszer, ami a maga egyszerűségében ilyen szépen, egységesen és mégis disztingváltan meg tudna szólalni. A zongora irodalma körülbelül akkora, vagy lehet, hogy még nagyobb, mint az összes többi hangszeré együttvéve, tehát a szerzők kitüntetett figyelemmel kísérték mindig, azon kívül olyan műveket írtak rá, amiket valószínűleg más hangszeren nem lehetne. Sokszor mondják például, hogy a patetik szonáta gyors része olyan, mint egy zongora kivonat. Ugye ott lenne a timpani, fönt a fúvósok, vonósok játszanak, de ugyanezt így valószínűleg nem lehetne megszólaltatni zenekaron, mert nem tudnák így eljátszani, soha nem is készült belőle zenekari átirat, mert ez így. És a zongora ebben óriási, hogy ugyan egy hangszer, de mindig elhiteti velünk, hogy sok. Egy száz hangszer. Egy száz hangszer, igen. Azt hiszem, Anton Rubinstein mondta ezt, hogy igen. Uram, maga téved. Ez nem egy hangszer, ez száz hangszer. És hát tény, hogy gyakorlatilag olyat lehet vele csinálni, amit mással nem, hogy komplett zenekari anyagokat át lehet ültetni rá. És erre mondta egyik volt tanárom, hogy az a csoda benne, hogy ezt mind egy akarattal valósítod meg. A zenekarba száz tag száz felé húz, bármennyire is ott a karmester. Én viszont egymagam döntöm el, hogy én vagyok a fuvola, én vagyok a hegedű, én vagyok a csellós, és mind úgy játszom, ahogy az nekem tetszik. Szóval én vagyok a szándék. A szándék. És én vagyok a karmester is. És a kivitelező is. Mennyire sebességfüggő az, hogy megütjük a húrt. Nézzük csak meg, ha viszonylag lassan ütöm, akkor szinte nem is ad hangot. Ha egy picit gyorsabb, abban a pillanatban hosszabb lesz a hang. És ha még gyorsabb, szemmel láthatóan sokkal gyorsabb a ceruza, és szemmel láthatóan sokkal zengőbb a hang. Tehát az igazi zengő, tiszta hangot csak sebességgel tudjuk elérni. És ezt most megnézhetjük a kalapácson is, hogy ha igaz, hogy tulajdonképpen szemmel nem is nagyon tudjuk követni a kalapács érintkezését a húrral, annyira gyors. És akár milyen szépet játszom, akár egy. Akkor is látszik, hogy pillanatokra, nem is tudom, hogy ki lehet-e számolni,
hogy a másodpercnek milyen tört része alatt üti meg a húrt a kalapács. Ezt vegyük figyelembe akkor is, amikor egy... A kalapács nem tudja azt, hogy hosszú hangot játszunk. Azt csak mi tudjuk, és mi tudjuk érzékeltetni. Beszéljünk még egy kicsit a zongora hangjáról, hiszen azt hiszem, hogy az, aki mondjuk nem is zenész, vagy nincs is ebbe benne ebbe a világba, de azt hiszem, hogy a zongora hangja talán az, amit a világon a legtöbb ember fölismer. Azért egy kicsit vitatkoznék veled, hogy tudnélik, a fagott az fagott. Ugye, az tévedhetetlen. A klarinét, összetévedhetetlen. Az oboa, szinte fuvola. Ezek mind olyanok, amilyenek. A zongora hangja van a legkevésbé készen ilyen szempontból. A legjobban modulálható, tehát az valószínűleg ezért alkalmas arra, hogy elhitessen velünk olyan dolgokat, amik a valóságban nincsenek ott. Magyarul a képzeletünket képes fölkelteni. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a zongora hangja bennünk születik meg? Tehát egy gépről beszélünk, amivel kvázi egy hatalmas illúziót így hozunk létre, igaz. És a hallgatóban megszületik a zene. Megszületik a fuvola, a hegedű, a klarinét, igen. Vagy éppen az ütős hang. És nem tukmáljuk rá, hogy ez most egy oboa például. És hogy szabad utat adjunk a képzeletnek, egy Liszt művel folytatom, ez lehetne oboa, de ott nyugodtan adhatunk a képzeletnek helyet, hogy a dallamot akár egy klarinét, akár egy cselló játsza. Csaj, te oboát képzelsz ide, lelked rajta, de biztos, hogy nem oboa. Biztos, hogy nem oboa, és az is biztos, hogy ahogy hallom, térben hallom. A térben hallom, hallom hozzám, hogy hozzám közelebb eső szólamok vannak, tőlem távolabb, és nem, miközben minden itt születik, de mégis az illúziója megvan, hogy ez az egész térben van. Tudnélik, mi képesek vagyunk nem mesterséges úton, dinamikai különbségeket tenni a szólamok között, amire ugye igazán senki nem képes, az orgona is képes, de az csak mechanikus úton. Tehát mi a billentés által, tehát a különböző hangerő vagy színek által képesek vagyunk több szólamba játszani. Ezért tudjuk elhitetni. Na most visszatérve arra, amit mondtál, az zongora hangja ellenkező híresztelésekkel szemben nem rövid, hanem hosszú. És ugye? Egyetlen tényező, ami szabályozza, hogy a demfer letakarja vagy nem. Ha letakarja, akkor rövid. Illetve ott van vége a hangnak, ahol a demfer letakarja. Tehát a zongora hosszú hangokból építkezik, de a demper segítségével rövidíthetők a hangok. Na most ez egy nagyon rossz hír azoknak, akik a billentyűn szeretnék bemutatni azt, hogy mi mindenre képes a zongora. A billentyű tudnélik semmi másra nem való, mint hogy megütesse a húrt a kalapáccsal. Utána a szerepe pusztán annyi, hogy visszaengedi a demfert, vagy nem. Tehát itt mindenféle...
teljesen fölösleges. Ennyi volt a részemről. Azt lehet mondani, hogy a billentyű megszólaltatása, illetve nem a billentyűt szólaltatjuk meg, ugye már ez is sokakban egy képzavar, de hogy a hang megszólaltatása előtt, ti az előkészületek alatt minden eldől már. Igen. Nem tudunk a hanggal semmit csinálni utána, tehát bárki próbálja elhitetni velünk, hogy ő vibrátózik, vagy egy hangon crescendál, ez nyilván egy művészi illúzió lehet, de voltak éppen minden mozdulat, ami a hang után van, az már nem más, mint a következő hang előkészítése. Hogy mennyire illúzió, nemrég felfedeztem, hogy Schubert is írt crescendót egész hangra. Beethovenről tudtuk, hát ő, hogy a szellemi teljesítmény, a szellemi energia, vagy a elképzelés fantasztikus ereje képes arra, hogy elhitesse a közönséggel, meg a játékossal magával, hogy én képes vagyok ezen a álló hangon úgy csinálni, mintha crescendót csinálnék. Holott, hát az egyik legszebb példa a Beethoven 110-es szonátája, a kidolgozás előtt. Képzelünk egy crescendót, illetve írt Beethoven, amit hát igazából nem tudunk megcsinálni, de ha elég szuggesztívek vagyunk, el fogják nekünk hinni. És ez azt hiszem a művészet csodálatos ereje, meg a zongorának is a csodálatos ereje. Pláne ennek, ami hát egy egész rendkívüli példány, valljuk be őszintén, hogy ritkán találkozunk hangversenytermekben egyelőre vele. Hát akkor bízzunk benne, hogy egy ilyen hangszer minél több helyen megjelenhessen, az a közeljövőben új lendületet fog kapni. A lendületet ne is engedjük még el, mert hogy a hang megszólaltatásánál azt hiszem, hogy az egyik legfontosabb szerepe van, és erről egy pár szót, hogyha tudnál mondani. Az életünk bármely területére nézünk, tévedünk, minden mozgásunk lendület. Elég, ha arra gondolunk, hogy egy kanállevest a szánkhoz emelünk. Ha megpróbáljuk lassan, valószínűleg ki fogjuk lötyögtetni, mire a szánkhoz ér. Tehát egy lendület ide, egy lendület vissza. Ha fölállok, hát ha nem veszek lendületet, nem tudok fölállni. Igaz? De bármilyen a járásunk. Hiszen a járásunk lényege az, hogy úgy adjuk a lendületet, hogy nem veszük észre a testünkön. Tehát nem látszik ez, hanem látszólag a testünk, mintha mozdulatlan lenne. Igaz? Tehát gyakorlatilag akkor elmondhatjuk, hogy az életben minden dinamikus mozgás az lendület. Valamilyen szinten lendület. Ha nem statikus dolgokról beszélünk, akkor mindenképpen a lendület az jelen van. A lendület az egy olyan tényező, aminek van eleje és van vége, és közben nem tudjuk, mi történik. Igaz? Gondoljunk erre, a magasugró elmegy. Fölmegy 2,30 méter, nem tudom, kb. Centire, de hogy közben, ha azt mondod neki, hogy ott a másfél méter táján mit csinál, vagy mit érez, ki fog nevetni. Hát fogalma sincs róla. Maximum az utolsó pillanat, amikor vége a lendületnek, hogy még tud igazítani valamit, a testtart, stb. Tehát a lendületnek eleje van és vége van. Közben nem. A közben, ha valaki kontrollálni próbálja, ez egy nagyon jó példa, úgy jár, mint aki hintáztat valakit, de nem úgy, hogy ellöki, hanem végig szalad vele, és visszaszalad vele, és megint végig szalad, és megint. Holott... Ugyanerre szoktam én is gondolni, igen, hogy, és sokszor tanítás közben én is ezt alkalmazom, hogy mondom, a hintát azt nem visszük végig, nem ráncigáljuk végig, hanem meglökjük, és milyen érdekes, hogy
vissza is jön a hinta, ez inga? Már az inga, igen. De ez már inkább, erre is vannak egyébként zenei példák majd a későbbiekben, de tény, hogy az, hogy csak a két végét tudjuk kontrollálni. Igen, igen. Köztenem, ugyanúgy, ahogy egy elrúgott labda is, ott dől el, hogy egy szabadrugást egy focista berúg-e, hogy előtte hogy céloz és hogy rúgja el a labdát, utána már abba beleszólni nem lehet. Igen. Az már száll. Természetesen a célt mindig magunk előtt kell lássuk. Mert általában szeretnek, általában, de az leginkább egy ilyen lendület, aminek se értelme, se célja nincs. Ha én oda bele akarom dobni a labdát, akkor bizony azzal a céllal teszem. Na most tehát ez itt is azzal a céllal teszem, hogy megszólaljon a hang. De hát ennek is van vége, ugye? És van vége neki, és ráadásul eleje is olyan szinten, hogy én azt látom, hogy ez nem a semmiből jön, igaz? Teljesen. Tehát ez valamilyen előzményt feltételez. Igen. Lendületadást, lendületvételt ki, hogy fogalmaz. Igen. Nagyon sokan félreértik, és nagyon, nagyon kevesen vannak, akik ezt mondjuk úgy, hogy ösztönből meg tudják tenni, ezt a lendületadást. Tehát ezt tanulni kell, mit tudunk erről, miért olyan fontos ez? Talán a legjobban a vonósok, illetve azok tudják, akik sokat kamaráznak, vagy a karmester. Hát erre nincs zenekar, aki belépne, igaz? Kell hozzá, tessék, amiben egy avizó, úgy hívják, amiben benne van az, hogy ez lesz a tempó, ez lesz a karakter, és ez lesz a hangszín, és minden. Az avizóban minden benne kell, hogy legyen. Kamarazene tanártól, vagy kamarazenésztől hallottam azt a gondolatot, hogyha levegőt is veszel az avizó adással együtt, sokkal biztosabban tudsz pontos avizót adni. És ez kamarazenénél különösen. Hát egyénileg se, hát szerintem, ha így indítok el egy darabot, abból nagyobb baj nem lehet. És akkor a tempó és a hang már ott van. Nagyon szoktuk látni gyakran, hogy... És akkor teljesen bizonytalan, hogy mi fog megszólalni, és még bizonytalanabb az, hogy fog tovább menni. Mert a elindításban már benne van az, hogy én tovább fogok menni. Ha nincs arról egy elképzelésünk, hogy a hang és a lendület, az intervallum, az meddig fog tartani, akkor teljesen bizonytalanná válik a folytatás. Tehát csak akkor biztos a folytatás, hogyha én pontosan tudom, hogy a lendületem az szinkronban van a zene szívdobbanásával, a metrummal. Igen. Hogyha ez nincs meg, ha nincs elképzelésem a hang hosszáról, ha nincs egy érzetem ezzel kapcsolatosan, akkor gyakorlatilag teljes mértékben kiszámíthatatlan és bizonytalanná válik, hogy a következő hang milyen dinamikával, mikor fog érkezni, hogyan fog érkezni. Úgy üti le a hangot, hogy még nem tudja, hogy hogyan fogja folytatni. És holott ugye látszik, hogy ezt a darabot, ugye ez a Schubert szonátát, milyen hozzáállásra játszan ember. Ugye már teljesen más hozzáállás, teljesen más karakter. Tehát az első pillanatban látszania kéne, hogy én mit fogok csinálni. Lehet, hogy nem látszik, de nekem, mint előadónak, abszolút éreznem kell. És ezt a lendületet, ezt akármilyen sebességhez köthető? Vagy ennek azért kell, hogy legyen egy gyorsasága? Hát a lendület, úgy szó, az eleve egy tempót feltételez. Hát hiszen a karmesterek is ugye tollig határon dirigálnak. Ha túl lassú a tempó, akkor nincs benne lendület. Ugye? Mert lendületből már biztos véget ért volna.
ilyenkor azt teszik, hogy osztják. És akkor, aha, 3, 4. De ha acserendot csinálunk, akkor 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, stb. Stb. Na most az zongorán ez ugyanígy érvényes. Azt hiszem, hogy nagyjából ez a tempó, ami a 4-16-od összefogásának a felső határa. Igen. Hogyha igen. Már ez, ettől is gyorsabb tempó lenne, akkor már nem próbálnám meg. Azt hiszem, hogy itt még jobban tetten érhető, amiről eddig beszéltünk. Nagy, elég kínos például, amit próbálunk a Schubert Cémol Empromptőt elindítani. Sokan tanácsolják, hogy a koronát számoljuk ki. De én amondó vagyok, hogy a koronát inkább érzetre kéne játszani, mert ha kiszámolom, akkor olyan, mintha a szerző kiírta volna igazán taktusvonallal és egyebekkel. De a koronának pont az a lényege, hogy meghatározhatatlan hosszú. Tehát... amikor érzem, hogy elfogyott, amikor nincs tovább, tehát a zenének nincs, a hangnak nincs tovább folytatása, nem hagyom abban, hanem folytatom. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy a lendület az egy intervallumra, az nem egy konkrét hangra vonatkozik, nem. Félreértés ne essék. Tehát nem arról van szó, hogy akkor bizonyos hangokhoz van ez hozzárendelve, hanem egy olyan intervallum, ami gyakorlatilag, ahogy az előbb fogalmaztam, a zene szívdobbanása, ugye a zene lüktetése. Igen, igen. Amit a karmesterint, a zongorista karja körülbelül hasonlóképpen működik. Mondom. Igen. És... na most, ez egy intervallum, és hogyha ebben 4 hang fér, akkor 4. Akkor 4. Ha 1, akkor 1, ha 2, 2, ha triola, akkor triola, stb. Stb. Ez nagyon hasonlít a vonósokra. Annyi hang fér bele, amennyi egy vonó. Amennyire ugye? Szükséged van, hogy te szabod meg. Tehát nem játszhatsz össze-vissza. De ugyan most rövidebbre, vagy gyorsabbra véve, ennek a problémája az, hogy se 3x1-be, se 1x6-ba nem lehet eljátszani. Tehát... szemmel látható, hogy darabokra esik az egész, semmi egység nincs benne. De ugyanez következik be akkor is, ha... tehát a lendület muszáj, hogy 2x3-ra tagolódjon. És nagyon hasonló problémával találkozhatunk a Beethoven C-dur szonáta 4. tételében. Nem, ugyancsak darabokra esik, de ekkora lendület a világon nincsen, tehát körülbelül a
három, és körülbelül ez adja ki azt a lendületet, amivel ez kivitelezhető. Tehát akkor elmondhatjuk, hogy nincsen végtelen lendület. Nincsen végtelen, mint ahogy általában véges dolgok vannak. Viszont meg tudjuk azt tenni, hogy ezeket a végeseket összekapcsoljuk. Sőt, és itt jön be a képbe, hogy ugye, tehát egy hang az még nem zene, egy intervallum az még nem, az még csak egy lendületadás önmagába, de akkor fog értelmet nyerni, hogyha ezeket összekapcsoljuk, tehát megújulásra képes folyamatosan, igaz? Igen, hogy Rados, hogy is mondta, hogy továbbmenésre képes hangokat kell játszani. Na, gyorsan demonstrálom. Szemmel látható volt, hogy megálltam, és a következő továbbmenés igen bizonytalanná vált. Időben is, hangban is. Legszebb példa most, épp tegnap volt egy torna közvetítés, néztem, mert én nagyon szeretem a tornát. Én is néztem. Nézted? Na, talajgyakorlatok is így voltak, van, meg minden, gyűrű, meg igen. Mindenféle, hát gyönyörű dolog. Na most, hogy is néz ez ki? Neki szalad a dolgozó, akár férfi, akár nő, csinál három bukfencet, négy átfordulást, kézen áll, mindenféle, és hopp, beleáll. Vagy sikerül, vagy nem. Igaz? Mert azt külön pontozzák, hogyha valaki így meg tud állni. Akkor megint neki szalad, és egy újabb, ugyanilyen sort, és megint beleáll a végén. Na most, nálunk azt hiszem, ezt a beleállást nem pontozzák, ugye? Mert igen, akkor így néz ki a folytatás. Tehát a mi beleállásunk vagy végünk, az abban teljesen a benne kell, van, hogy legyen, mint ahogy a zene, ha egyszer elindult. Soha nem áll meg, még egy koronás szünetnél sem. Kiestünk az egész igen, folyamatból, rögtön igen, érezhető, hogy egyáltalán nem. Zenei, nem. Egyáltalán, tehát a zene ellen a folyamat ilyen, meghalt, hogy az ember egyszer csak kilép a folyamatból. Igen. Tehát akkor is, hogyha koronás hang van, akkor is folyamatosan magát az időt nyújtjuk meg, és a lendület vele nyúlik, de akkor is folyamatosan jelen vagyunk. Kontaktusban vagyunk, kapcsolatban vagyunk a hangszerrel. Eljátszottam a kedvenc példám, hogy fogj egy kis széket a kezedbe, és indulj el Debrecenbe. És menjél 5 lépést, és ülj le. És akkor megint 5 lépést, és ülj le. Mikor fogsz jobban elfáradni? Ha ezt megteszed, vagy ha nem teszed meg? Hát egyértelmű. Ugye már? Tehát még rosszul is járunk, mert egy lendület, ilyenfajta lefékezése, ami a torna gyakorlatban van, hogy beleállok, szerintem sokkal több energiát igényel, mint az, hogy ne fékezz meg, hanem vidd át egy következőbe. Ugye vagont elindítani, vagy akár ezt a zongorát, aminek ugyan vannak kerekei, de azért mire elindítom, az egy komoly erőfeszítés. De ha már elindult, akkor már nem onnantól olyan, már csak azt a minimumot kell beleadni, hogy mozgásban tartjam, és ez nagyon fontos. Pontosan erről van. Na most itt kanyarodhatunk vissza arra, hogy az indítás, amiről beszéltünk, az több energiát igényel, és ezért is fontos, mert ha elindítottuk jól, akkor utána tulajdonképpen a zene megy a maga útján. Hagynunk kell, csak ott kell közbeavatkozni, ahol a jó karmester is teszi, hogy játszanak uraim, játszanak, hát olyan, úgy maguk tudják, na most figyeljenek egy kicsit. És akkor, ahogy Charles Münch például dirigált, hát semmit nem csinált, így rajzolgatott, na most figyelj oda. És a csoda, hogy ezek a zenészek úgy érzik, hogy mindenre képesek. Semmi sietség, soha nem fognak kifogyni az időből, és mindig rendelkezésükre áll az az idő, amire pont szükségük van. De egy ilyen dirigálásnál, hát gondoljunk a katonakarmesterre, hát ott ez egyáltalán nem áll rendelkezésre semennyi idő, csak annyi, hogy puf.
A zongorán viszont ennek a lendületnek határozott iránya van, igaz? Erről egy picit beszéljünk, bizony, mert az bizony. Nagyon fontos, hogy nem minden irányba mozgok, legalábbis a lendület értelmében, hanem azért ennek van egy iránya. Merre felé adunk lendületet általában az ember? Hát előre, ugye? Hát igen, szóval erre felé a hosszú mozgásokat szoktuk csinálni, a gyorsakat rendszerint előre. Előre, és nem oldalra, és nem hátra. És tehát, nem hát. Na de. Nem olyan egyszerű ez. És ezért van sok kétség az emberekben. Bennem is volt. Mert hát mi történik? Hát előre a lendületet. Hát ez ennyire nem egyszerű. Hát gondoljunk, ha előre léptünk, mi mindent csinál a talpunk, a bokánk, az alsó lábszárunk. Mindenki készül. Tehát ott valami mások is történnek, már csak azért is, mert merre felé zongorázunk, ha belegondolunk. Hát erre felé. Igaz? Mindenképpen a fogás hát irányába erre nem tudunk, mert így van. Na de ha erre zongorázunk, akkor ennek valahol ki kéne egészíteni azt, hogy előre, és itt, hát, itt meg hátra. Hát, hogyha a karnak lendülete van, akkor utána fog menni annak az érzésnek, amit mondtál. Hogyha így nincs van. Lendülete tehát, a karnak, akkor csak a billentyűket korolom le. Az alap, ez és igen. Nem ez. Így van. Előre így ad, van. Ez megint olyan kérdés, hogy a testünk fontosabb a járásnál, vagy a lábunk. Na? Hát mindenki részt vesz a buliban. Pontosan. Tehát, de azért olyan, alapvetően, hogy... ha a lábunk nem jár, akkor a testünkkel csinálhatunk akármit, bár fordítva is igaz, de alapvetően, ha belegondolunk, hol látszik az, hogy járunk? Hát a lábunkon. A lábunkon nem látszik. De mindenki részt vesz itt, benne. Jó, és ez a fontos, jó, hogy azok a metodikák, amik ki akarnak emelni egy valamilyen részt. Azért hibázik a dolog, mert nem tudunk kiemelni egy ilyen szerves egységből, egy ilyen nagyon összedolgozó, folyamatos kooperációban nem tudunk egy vagy kettő elemet kiemelni. Pontosan. Ez gyakorlatilag egy nagy együttműködés. Pontosan erről van szó. A metodikáról elterjedt az a nézet, hogy állóhelybe vegyék figyelembe, hogy a kéztartás, ugye? Hát van olyan, hogy kéztartás. Van olyan, hogy ceruzatartás. Igaz? Megfogom a ceruzát. Beszéltünk arról, hogy a karunkkal két dolgot tehetünk. Tartjuk, vagy mozgatjuk. A kettőt váltogatni nem lehet, mert az állandó megállással el. Na most, amennyiben ugye valaki tartja a könyökét, és úgy próbálja meg elindítani a darabot, óhatatlanul kiderül, hogy csak lefelé lehet játszani. Nincs más esély, viszont ha mozgásból indítjuk, akkor abban a pillanatban a folyamat elindult, és csak saját magát kell megvalósítania. Itt már nekünk olyan nagyon, hát azt nem mondom, hogy nem kell közbeavatkozni, de követnünk inkább, mint közbeavatkoznunk. Csak bizonyos, fontos pontokon avatkozunk közbe. Ez engem arra emlékeztet, és talán aki nem hiszi ezt, annak jó bizonyíték, egy olyan hasonlat, hogyha, mint ez olyan, hogyha valaki úgy akarna mondjuk megtanulni biciklizni, hogy először azt mondja, de előbb nem gurulok. Állva. De hát akkor feldől. Tehát, az úszásnál hasonló. Az úszásnál hasonló. Egy csomó minden az, hogy működjön, igen. Elemi szinten mozgást igényel. Akkor egy picit beszéljünk arról, hogy a zenészeink hogy működnek, vagy például, hogyha a járásról akarjuk példát, akkor a testről már beszéltünk, viszont az a részünk, ami a talajjal találkozik, a lábunk, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a tenyerünk, az ujjaink, azt hiszem, hogy
nagyon fontos részevé szintén a folyamatnak. Erről beszéljünk szerintem egy picit, hiszen mégiscsak ott zajlik a munka tetemes része. Hát itt egy szóról szeretnék beszélni, ami hát nagyon elterjedt a zongora pedagógia körében. Fogd meg! És? Fogva tovább. Ez a meg szó, igekötő, ez itt nagyon rosszat tesz. Megfogtam. Tudok vele valamit csinálni? Valami értelmeset? Hogy tűnt? Kalapácsot. Megfogtam. Nem is tudom, mit mondjak még. Amit megfogunk. Megfogunk a kezdetén, és amikor befejeztük. Közben fogjuk, állandóan fogjuk. De nem megfogjuk, hanem ez a fogás, ez állandóan változik. És abban a pillanatban, amikor megtörténik a mozgás, akkor erősebb, és amikor megszűnik, akkor gyengébb, igaz? Akkor az érzésre korlátozódik. Ha fával találkozik, igaz? Ha nem fával találkozik, akkor abban a pillanatban ez csinál egy ilyen mozdást. Különben így fogjuk eltalálni, igaz? Tehát, lehet, hogy minden hangot megfogunk. Ez érdekes. Pedig... Csak ez valami hihetetlen sebességgel működik ám. Ha nem megfogjuk, hanem mondjuk azt, hogy fogdossuk. Járni sem úgy járok, hogy így dobogok. Pontosan, nem, pontosan. Nem dobbantok. Van egy pillanat, és akkor átlendülünk. Na most hát ez az, hogy egy hangnak sose ott van vége, ahol megütöttem. Vagyis magyarul, ahogy a járás, a hang megszólaltatása is útközben történik. Útközben. Tehát miközben a ujjunk ezt csinálja, a karunk azt csinálja, a vállunk ezt csinálja, stb. Mindenki csinálja a maga dolgát, mert ha ez nem száll bele, akkor hiába akármilyen kicsi, teljesen bizonytalanná válik. A legkisebb pianissimóba is valahol itt szállok be, itt. És akkor meg fog szólalni nagy biztonsággal. Amikor járunk, azért a lábujjaink, meg a talpunk csinál egy ilyen mozgást, hogy mi haladjunk előre, tehát ő se tart teljes talppal. Na most ez az, hogy nem teljes talppal találjuk el. Nem teljes talpra érkezünk, hanem útközben. Na most hogy tudjuk a legjobban kivitelezni ezt? Ha nem előre elkészített ujjakkal játszunk, mert ez is egy iskola, igen, kéztartás. Nem. Érzés. És akkor ez a csodálatos labda a kezünkben, meg tulajdonképpen belegondolunk, a billentyű is egy labda, méghozzá egy pingpong labda. Nézzük csak. Hát ez pontosan úgy ugrál, mint egy pingpong labda. Hát akkor még kéne ilyen merev tárgyal megütni? Nem is lehet. Ja igen, eszembe jutott egy jó sztori. Hát ha ezek labdák, akkor eszembe jut a meccsen valaki beszól a játékosnak az oldalvonal mellett, akinek nem akar sikerülni a labda lekezelését. Te szúrd ki, mert addig pattog. Mi is gyakran ezt csinál. Szúrd ki, mert addig pattog. Hát ez bizony pattog. És azt kell lekezelni.
mozgó labdákkal kell játszanunk, és nem szabad levennünk. Tehát magyarul ezt a libikókánál nagyszerűen lehet demonstrálni, hogy abban a pillanatban, mikor leérünk, már nem szabad ott lennünk. Már ott léptünk, már átúszott egy másik dimenzióba, tehát már egy másik pont felé törekszünk. Persze megvan ennek a marha nagy nehézsége, bocsánat, hogy itt kell megfognom. Na most, ha hosszú hangot akarok játszani, akkor ez bizony nagyon nagy feladat, de ez a libikókánál pontosan így van, és abban a pillanatban már nem vagyok ott. Az újak, azok csak optikailag kezdődnek itt, de voltak éppen folytatódnak, és mindegyik ide bejön szépen. Tehát sőt, gyakorlatilag igazából, aztán még folytatódnak, még folytatódnak ott is, tehát de a zongorázás, ami a, úgymond a technikai vagy a mechanikai része a dolognak, az tény, hogy itt van egy jelentős pont, mégpedig ahol a csukló környékére ugye bejönnek az újak, hogy tulajdonképpen itt kezdődnek az újjaink, abban az értelemben, hogy a csuklónál teremtődik meg a kapcsolat a karmester és a zenészek között. Igaz? Hát ha belegondolunk, csak most megint vegyük a példát a hétköznapi életből, aztán még ehhez a pici darabhoz se így állok hozzá, ugye? Így van. Ehhez is így állok hozzá, meg akarom. Folyamatos mozgásban és folyamatos változásban van. Azt hiszem, pontosan hogy tudom, hogy hol lesz megfogva. Az érzeteink ezt írják elő, és nem ezt. És ezért az is nagy hiba, amikor azt mondják, hogy boltozni kell a kezet. Hát igen, ha fadarabot akarok belőle csinálni, akkor boltozni kell. De ha nem, akkor nem kell boltozni. Tudnélik, hát az egyik legfontosabb dolog a zongorán. Alkalmazkodnunk kell. Hát kérem. Hogy néz ki, és hogy szól? Ez a boltozás is inkább egy kiragadott pillanat, és ez pontosan abban a pillanatban, ez az, amit, de már a következő pillanatban meg már más van. De hát nem lehet kilátni. Ha ezt valaki szemügyre akarja venni, akkor megint ott vagyunk, hogy állóhelyzetbe szeretné megnézni. Igen. De nincs állóhelyzet. Nincs, illetve akkor vége. Hát jó, csókolom. Ez valahol ez az egész mozgás közbeniség, ez egy kockázatvállalás el lehet mondani, ugye? Igen. De hát amikor nem adja meg a biztonságát az, hogy én most ez az egy hamis boltozok, biztonság. Meg kézet tartok, meg ilyenek nincsenek, hanem folyamatos mozgásban vagyok, és ezt kell bevállalnunk. Hamis biztonság, mert azért mi mindent jár végig itt a kezünk ahhoz. Az ujjad, ja, hát hol alkalmazkodunk? Mert tanítják, hogy alkalmazkodó mozgás. Ként tényleg? Hát. Itt. Kérem, itt. Elsősorban itt. Nem mondom, hogy egy picit, sőt, persze. Még egy ilyenbe is részt kell vennie. Mindig részt kell vennie. De nem itt alkalmazkodunk elsősorban, hanem itt. Tehát mivel is zongorázunk elsősorban? A lendületet lehet, hogy karból adjuk, de újakkal. Az újak zongoráznak. Hát, hány gram ez? 50. Tud, 50, ugye? Az 50. 50. Hűha. Igen. Hát, szerintem egy fél deci. Egy fél deci pálinka. Egy kupica pálinka. Hát azt hiszem, hogy ez olyan, mint hogyha ágyúval lőnénk velédre, ugye? Adj neki, És közben a sok madárka repked. Tehát azt is láthatjuk, hogy a hang az tulajdonképpen itt születik meg. De nekünk nagy szerencsénk, hogy nekünk nem itt kell megcsinálnunk, hanem mi nekünk ott kell. És ez hát, bocsánat, még azt vetíti előre. Nem, ezzel kell ezzel, megcsinálnunk. Tehát, ez tulajdonképpen nagyon arra nem akarunk mindegy, nem tudom megcsinálni, de így van. Arra kell gondolnom, hogy ezzel fogom megcsinálni a hangot.
Tehát nem a billentyűn? Nem a billentyűn, hangot, hanem a billentyűvel. A billentyűvel, így van. Ez óriási különbség. Igen, ez nem ártana a fejébe verni sok embernek, hogy ne erre koncentrálj, hanem arra, hogy... Hoppá. Nem találom a pedált. Na nem baj. Tehát egy ilyen jó hangszeren így is szól. Minek csinálnék hozzá ilyen koreográfiát? Hangsúlyozom, szabad abban az esetben, ha belőle ez mély érzésekből, átélésből, kifejezésből fakad. Semmi ellenvetésem. De öncélúan azt hiszem, ennek semmi értelme nincsen. Hát gondoljunk bele, ha csak két szólamba játszunk, hát már ott nem lehet egyforma minden ujjunk. Várjál, csak hát beszéltünk mi az újabb függetlenségéről is valaha. Igen, mert szoktak különféle irányzatok, különféle zongora, metodikai és pedagógiai célú tartalmak újabb függetlenítésről beszélni. Igen. Csak hát pont, hogy az újjainkkal az a gond akkor, meg azokkal, amikor még az ember tanul, meg sok kezdőnél, hogy pont, hogy túl függetlenek az újjai egymástól. Igen. Tehát, hogy pont, hogy függősíteni kéne egymástól az újakat. Nagyon nem mindegy, hiszen az ujjak egymástól való függése a tenyér egységére enged következtetni, még az ujjak függetlensége pedig arra, hogy azok tulajdonképpen nincsenek. Most támadt egy gondolatom, hogy ugye, hát ilyen a kezünk. Lógatjuk, nem. Lóg, és tényleg független egymástól. De már nem függetlenek egymástól. Sőt, kifejezetten nehéz megcsinálni, hogy jaj, most ezt a kettőt ki fogom hagyni. Hát ez egy csapás, szóval teljesen ellene megy a természetességnek. Tehát abban a pillanatban, hogyha cselekszünk, akkor őnekik egymásról állandóan tudniuk kell. Egy tehát, csapatot alkotnak így tulajdonképpen. Van, így van. Tehát olyan, hogy újabb függetlensége, olyan nem létezik. Ugyanúgy, ahogy az sem létezik, hogy egy darab, egy frázis eljátszása közben aktív és passzív ujjak lennének. Állandóan aktív ujjak vannak, aktívan billentés közben lévő ujjak, és aktívan készülő ujjak. Tehát, hogy nincs olyan, hogy valaki... Ugye van, láthatjuk, növendék játszik, és akkor mit tudom én, kis ujjai. Vagy lóg a hüvelyik új, tipikus problémák. Ha kiszáll a buliból, akkor az összes többi is megy a levesbe. Tehát ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan tudatosak legyünk az összes ujjunkra. Függetlenítem, nem létezik. Hát ha nem tud egyik, a másikára... azonnal reagál egyik a másikára. Még mondják, szokták is mondani, hogy ritmikusan váltják egymást. Tehát lehetséges, hogy így van. Mint ahogy a lábaink is ritmikusan váltják. Még valószínűleg igen. De állandóan tudnak egymásról. Akkor mondjuk, aki szeretne, hogy ebből legyen egy konklúzió, akkor el lehet mondani, hogy nem az ujjak függetlenítése a lényeg, hanem hogy az ujjak tudatos és irányított egymástól való függése. Valami ilyesmi lehet ez a jobban megfejtés. Hangzik. Sokkal jobban hangzik, igen. Valamint az is, hogyha megint visszagondolunk a libikókára. Mit is csinálunk a libikók a másik felén lévő emberrel, vagy tárgyal, akármi? Ellendítjük. És nem arra koncentrálunk, ráütünk. Ugyebár? Régen nincs, rossz. Nincs olyan, hogy a libikók a két fele független egymástól, igaz? Mert akkor eltört. Így van.
Tehát akkor nagyon a Gánt könyvben van egy ilyen, hogy használjuk a lendítés szót. És hajlamos vagyok arra gondolni, hogy ez sokkal jobb. Tehát mi ellendítjük a kalapácsot, nem ráütünk a billentyűre. Ellendítetek. És megyünk vele, megyünk utána, és jön a következő, és stb. És ezzel a nyelv szépen fogalmaz, hiszen billentyűnek nevezi, tehát a billenés által születik meg. Igen. Nem pedig egy nyomás által, tehát ezért nem gomboknak hívjuk a zongorán azt a sok fekete-fehér kis eszközt, és alkatrész, hanem billentyűnek hívjuk, ugye? Tehát azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy a gombot azt nyomhatjuk, de a érdekes, azt nem. Mert úgy gondolkodom, hogy az oroszok udárnak, az ütésnek hívják, de az angolok touchnak, érintésnek. Igen. Az jobb, a kontaktust jobban feltételezi talán, de... Én németek is slágnak mondják, szóval ez az ütés szó. Igen, de ott a kalapács. A kalapács ütésre gondolunk, akkor igen. Ez teljesen rendben van. Mert a kalapács... Csak nem mi üssünk. Nem, így van. Ha mi ütjük, a szerszám... Hát kinek jut eszébe a szerszámát ütni? Hát kinek jut elém, hogy egy kalapácsot, a kalapács nyelét ütögetem? Hát nem, ugye? Nem. Fogom a kalapácsot, és azzal ütögetek. Fogom a kalapácsot, és azzal ütögetek. Nem? Fogom. Nem megfogom, hanem fogom. De azért egy ilyen mozdulatsoron is remekül látszik, hogy állandóan alkalmazkodik, és állandóan mozog. És nem, és nem. Tehát, hogy is mondjam, a fogás érzés az inkább tapintás érzés, mert rendkívül rugalmas. Tehát abban a pillanatban, ahogy hozzáérek a billentyűhöz, bármilyen formációra, alakváltásra képes. Akármilyen hatalmas, akármilyen nagy, és akármennyire szimfonikus, ezt is csak az ujjainkkal játsszuk. És a testünk csak segít benne. És van még egy dolog, ami nagyon fontos. Hogy vagyunk a legjobb hatásfokkal, hogy tudjuk megszólaltatni a kalapáccsal a húrt, ha közel vagyunk? Demonstráltam a libikókán, hogyha rádobok egy súlyt, meg sem mozdul. Nem az a fajta erő hat rá, ami ahhoz kéne, hogy a másik ellendüljön. Egész elképesztő dolgok ezek.